üdvözlök minden érdeklődőt az idei második virtuális űrakadémia klub rendezvényünkön. Székely Anna Krisztina vagyok, a Magyar Asztronautikai Társaság, röviden MANT titkárság vezetője. A MANT Magyarország legrégibb és legnagyobb űrkutatási szervezete, tagjaink között szakemberek és laikus érdeklődők is egyaránt vannak. Ismeretterjesztő tevékenységünket igyekszünk minden korosztályra kiterjeszteni, így az általános és középiskolásoknak szervezünk diákpályázatot, űrtábort, és rendszeresen részt veszünk nagy ismeretterjesztő rendezvényeken is, amikor lehetőség van rá. Első űrakadémiánkat 2015-ben szerveztük, a 18 és 35 év közötti fiatalok részére, és ennek az űrakadémiának a kiegészítésére hoztuk létre az űrakadémia klub előadás sorozatot, amit most már egy éve virtuálisan szervezünk. Az előadás alatt a Facebook oldalon várjuk a kérdéseket, és most szeretném bemutatni mai előadónkat, Szentpéteri Lászlót, aki az épülő kínai űrállomásról fog beszélni. Szentpéteri László első találkozása az űrtechnikával 1989-ben történt, amikor tudományos segédmunkatársként kezdett dolgozni a Fermi Kozmikus Geodéziai Obszervatóriumában, PENCEN. Itt programozóként, rendszergazdaként dolgozott, és részt vett a műholdak lézeres követésében. Tagja volt annak a csoportnak, amely Magyarországon először használt GPS geodéziai célokra. 1992 óta üzletfejlesztési kereskedelmi területen tevékenykedik technológiai iparágakban. Dolgozott többek között a világ két legjelentősebb ipari precíziós GPS gyártójánál, az amerikai Trimble-nél és a japán-amerikai Topcon-nál, a világ első nagy felbontású távérzékelési műholdjai gyártó amerikai Space Imaging-nél, illetve Magyarországon a műholdas kommunikációs eszközöket fejlesztő BHL-nél. Jelenleg egy norvég cég munkatársa, amely felmérő hajók és tengeralattjárók számára fejleszt navigációs és térképező szonárokat, illetve akár 6 kilométeres mélységben is használható kábeleket és elektronikát. László szabadidejében ismeretterjesztéssel is foglalkozik, első cikke még a Föld és égben jelent meg, éppen 35 éve. A nyomtatott lapok közül napjainkban az Élet és Tudománynak, illetve az Aero magazinnak rendszeres szerzője. 2002-ben megalapította az űrvilág webmagazint, amelynek 2007-ig főszerkesztője is volt, 2000 és 2003 között dr. Magyari Béla elnöksége alatt a MANT főtitkára volt. László, tiéd a szó. Nagyon szépen köszönöm. Jó estét kívánok mindenkinek. Rögtön így bele is vágnék én ebbe a dologba. Lássuk a programot, illetve egy pici felvezetést talán, hogyha szabad. Mégpedig annyit, hogy ugye ezek a MANT űrakadémiák nem passzióból lettek akadémiának hívva, hanem az volt az elképzelés annak idején, hogy ezekben viszonylag, hogy mondjam, masszív információk, kemény információk hangoznak el, tehát elsősorban egyetemi hallgatóknak, illetve szakembereknek. Nyilván a pandémia egy kicsit megváltoztatta ezt a helyzetet, ha úgy tetszik, mind a hallgatóságot, nézőket, illetve az előadókat is egy kihívás elé állította, úgy gondolom, hiszen korábban ezekre a termekbe zajló rendezvényekre innentől kezdve csak olyanok jöttek el értelemszerűen, akik űrtechnikával, űrkutatással kvázi keltek, nyugodtak. A vírus helyzet és az mindenféle internetes rendezvények viszont lehetőséget adtak arra, hogy olyanok is becsatlakozzanak ezekbe az előadásokba, akik azért nem napi szinten foglalkoznak ilyesmivel. Ez ugye egy előadó szempontjából tulajdonképpen nagyon nehéz, hiszen nem lehet tudni, hogy hol húzzunk meg egy szintet. Visszacsatolás nyilván nincs. Ezért én azt találtam ki, hogy feltételezve, hogy mind a kétféle közösségből, a csak általában érdeklődők közül is, és a szakemberek közül is vannak itt szép számmal, hogy strukturálisan az egész prezentáció tulajdonképpen ketté lett osztva. Tehát akinek csak most így hirtelen leesett ez, hogy jé, kínai űrállomás, mi ez,
Ő tulajdonképpen azt gondolom, hogy ha nem akar itt egy jóval több mint egy órát eltölteni velünk, akkor az első szakaszt, ezt a bizonyos egyest, ha végig nézi, végig hallgatja, akkor körülbelül képbe kerül. Ez ugye a teljes időszaknak, vagy az időtartamnak körülbelül a 40%-a. Utána, ha nem vesztette el még a lelkesedését, akkor ezt nem kell visszamenni a családjához, örömmel látjuk, ha marad. Elkezdünk kicsit mélyebben belemászni ebbe az űrállomásba, meg a elemeibe, különösen azért, mert a kínaiak kapcsán általában is, de itt az űrállomás kapcsán is majd fogjuk látni, hogy miért fölmerül, hogy ez mennyire másolás, vagy mennyire nem másolás, mennyi ebbe az innováció, és mennyi az oroszoktól vett, vagy lopott technológia. Az utolsó rész, ez is a második, és kb. Egy 40%, és akkor az utolsó rész, az egy 20%, ott pedig egy kicsit arra szeretnénk választ adni, amit egy bulvárban látunk, hogy hú, hát most Kína lekörözi az Egyesült Államokat, meg hogy micsoda fénysebességgel halad az űrkutatásba. Tehát, hogy ez mennyire reális. Mennyire reális, nem reális, mire lehet körülbelül számítani. És akkor vágjunk bele. Tulajdonképpen, ja, és még egy jó tanács. Nem kell olvasni a szöveget, tehát hallgatni kell az előadást, nézegetni kell a képeket, mert hogy az előadást úgy is rögzítjük, tehát ha utána valaki vissza akarja nézni az adatokat, akkor megteheti teljesen fölösleges, hogy most ezzel így leszívja este az agyát. Ez a bevezető, ez csak azt mutatja, hogy igazából a szakembereket ez a mostani történés, ez nem lepte meg. Kína egy aktív űrkutató ország, amelyik már 1970-ben mesterséges holdat indított, és gyakorlatilag 99-ben kipróbálta azt a személyszállító űrhajót automatikus üzemmódban, amivel már 2003-ban az első kínai űrhajós fölment a világűrbe. A kis számok mindig azt jelentik, hogy amikor egy adott lépés megtörténik, akkor ők ezt a világon hányadikként tették. Hát lehet látni, hogy ez a 2003-as lépés, ez harmadik volt, tehát Kína a harmadik olyan ország, amelyik nem csak hogy űrhajós kiolt a világűrbe, hiszen ilyen számos van, hanem saját erőből, saját rakétával, saját űrközpontból, saját űrhajóval tudta ezt megcsinálni. Látunk 2019-ben egy elsőséget, egy világelsőséget, amikor egy kínai holdszonda a hold túloldalán szállt le, holdszondák már szálltak le a holdon, de a túloldalán nem csinált meg senki. És hát most előre kezdtünk 2021-re, amikor egyrészt tegnap, hogy egy hete körülbelül leszállt az első kínai Marsonda a Marsra, tegnap megjöttek az első képek, és hát ugye egy pár hete fönt van ez a bizonyos kínai űrállomás. Hogy is néz ez ki? Hát ugye, hogy kell fölépíteni először egy ilyen programot? Nyilván ez nem a semmiből lesz. Általában ezt a szovjetek is, az amerikaiak is három nagy lépésbe tették. Az első az egy személyszállító űrhajó a kifejlesztése, amit ugye le kell tesztelni, végre kell hajtani űrsétát. A második szakasz szokott lenni, amikor olyan technológiákat, megoldásokat kell kifejleszteni, mint a dokkolás, űrrendezvény dokkolás, vagy mondjuk teherűrhajót kell létrehozni. És hát a harmadik rész, amikor, vagy a harmadik lépés, amikor már egy nagyméretű űrállomást épít ki valaki, ide értek most el tulajdonképpen a kínaiak. Nézzük meg az első lépés, az hogy nézett ki. Személyszállító űrhajót építettek, ezeket Shenzhou-nak nevezték el. Ezek a űreszközök 99-től kerültek pályára, gyakorlatilag az első négy az automatikusan személyzet nélkül repült, folyamatosan egyre több mindent pakoltak beléjük. A Shenzhou 4 volt az amelyikben tulajdonképpen, ha bárki beült volna, aki egyébként a túlterhelést, meg a bezártságot, meg a vibrációt bírja, akkor azt már túlélte volna, tehát ez egy teljes értékű űrhajó volt. A képeken a jobb oldalon a Shenzhou 1 látszik, illetve a 3-asnak a leszálló kabinja. Aki egyébként a képre ránézett korábban, az esetleg látható, hogy ez nagyon hajaz a szovjet-orosz szojúz űrhajókra, hasonlóan ahhoz, ahogy az első űrhajósoknak a képeit látva észrevehetjük ezt az űrruhát, tehát ugye ez a hasonló, vagy azonos a szojúzok mentő szkafanderével. 2003-ban értünk el oda, hogy az első kínai a világűrbe jutott, Yang Liwei, és aztán hát gyakorlatilag 2 évig kellett arra várni, hogy először repüljenek ketten, és újabb 3 évig arra, hogy megtörténjen az első
nem csak három személyes űrrepülés, tehát ahol az űrhajó már teljes terheléssel repült, hanem ahol űrsétát is végeztek. Itt aki mégis olvassa, az látta, hogy ilyen első kínai űrséta, és odajutom, hogy másfél fővel, hát ez egy világújdonság volt. Ugye korábban az űrséta az amerikaiaknál, illetve a szovjeteknél, amerikaiaknál sorrendben. Az első űrséta úgy néz ki, hogy valaki kiment, aztán visszajött. Tehát a kínaiaknál azért ez a másfél fős űrsétának, mert Chai Chikang teljesen kimászott, ő kint lebegett, és a Liu Poming pedig úgy csak úgy félig kiemelkedett, így mellkastól fölfele volt kint, tehát ilyen furcsa volt az egész történet, de lényeg a lényeg, ezt ők harmadikként a világban prezentálták. Elérkezett ez a bizonyos második lépés, vagy elérkezünk a második lépéshez, amikor azt mondjuk, hogy olyan technológiákat kell létrehozni, amelyeken le lehet tesztelni egy tartósan lakott űrállomásnak az üzemelését. Tehát tudunk-e megközelítő rendszert csinálni, űrrendezvú rendszert, tudunk-e dokkolni, át tudunk-e szállni, tudunk-e lakható életteret építeni, tehát életfenntartó rendszer, de akár gondolhatunk itt arra, hogy olyan szobakerékpárt, vagy konyhát, vagy WC-t, ami a világban működik. Most erre a feladatra kínaiak létrehoztak egy Tiangong nevű űrlabort tulajdonképpen, amely hát lehet látni, hogy nagyjából egy ilyen buszméretű szerkezet. A vékonyabbik, vagy a kisebb átmérőjű cső az a műszaki hajtóműegység, tehát abban nincsenek ürösök, az nem hermetikus. A vastagabb rész az a hermetikus, ez a lakható. Hát nem egy nagyon nagy valami, hát 15 légköbméter az egész lakható tér. Hát ki lehet számolni, hogy mondjuk egy házgyári panelben, ugye az egyszer-egyszer 2,5 méteres WC, az körülbelül hát egész pontosan az 2,5 légköbméter. Tehát ez 15 volt. És aztán ezt a modult elkezdték tesztelni emberekkel. Ahhoz viszont, hogy ennek a bizonyos második lépésnek azt a részét, hogy üzemeltetni is tudjunk egy űrállomást, valóban véglegesen verni, ahhoz szükség volt még arra is, hogy egy teherűrhajót is kifejlesztenek. Aki látja a képet, érzi, hogy ez nagyon hasonló ahhoz, ami ez az űrlabor volt, valóban a legfontosabb paraméterek azonosak. Ez egy automatikus teherűrhajó, tehát olyasmi feladata van, mint a Progresseknek, a szovjet-orosz Progresseknek, vagy a volt európai ATV-knek, japán HTV-knek, vagy jelenleg például a Dragonoknak, vagy a Cygnusoknak a nemzetközi űrállomás kiszolgálásában. 13,5 tonna ugye az induló tömeg, és ennek nagyjából a fele az a hasznos teher, amit fölvisz. Ennek egy jelentős része az nem hermetikus térben van, különböző gázok, amiket át lehet szivattyúzni, hasonlóképpen üzemanyag, amit át lehet szivattyúzni az űrállomásra, illetve hát egy kisebb 10 légköbméteres térben tulajdonképpen száraz áru, tehát bármi postától élelmiszeren át a tiszta ruhán keresztül a kísérleti berendezésekig, bármi. Ha a kronológiát nézzük, akkor az első Tiangong az 2011-ben került pályára. Azért volt fönt sokáig, mert miután az egész program szépen lefutott vele, elvesztették el a kapcsolat, és aztán ellenőrizetlenül esett le. Tehát ez, ha a kínaiak felügyelni tudják, akkor sokkal hamarabb lehozták volna. Műszaki szempontból mégis egy sikeres programnak tekinthető. Lehet látni, hogy először egy automatikus űrhajó, aztán két személyszállító űrhajó repült hozzá. A két személyszállító űrhajó érdekessége az volt, hogy mind a kettőn repült egy-egy hölgy. Tehát az első és a második kínai hölgy is eljutott a világűrbe. A második legénység az már 2 hétig tartózkodott fent. Itt éppen a jobb alsó képen a Wang Yapinget lehet látni, ahogy itt a férfi kollégáit tartják. Azért lehet látni, hogy ez nem egy olyan túl nagy laboratórium. A Tiangong 2 az egy picit módosított eszköz volt, erről majd jóval később, amikor lesz még olyan, aki kitart, mi a különbség mondjuk a kettő között. Itt a leglényegesebb az volt, hogy azzal, hogy 3-ról 2 főre redukálták a legénységet, a Shenzhou 11-el csak 2-en mentek föl. Ezzel tulajdonképpen duplára lehetett növelni a fenntöltött időt, hiszen a fogyóanyag az jobban kitartott, és ők 1 hónapig repültek odafönt.
Egyúttal a Tiankun 2-n próbálták ki ezt Tianchu nevű új teherűrhajót, többszöri dokkolással, a végén már egy ilyen 6 óra alatt lebonyolított gyors dokkolással is, és üzemanyag átszivattyúzással. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ezzel a két lépéssel eljutottak a kínaiak oda, hogy előkészítsék azt a harmadik lépést, aminek most tartunk az elején, vagyis, hogy a képen egyelőre ilyen móriczka ábrával jelölt moduláris űrállomás rendszert felépítsék. Ugye azért tettem ezt ide, mert ez így viszonylag könnyen áttekinthető, tehát a Shenzhou teherűrhajókat itt most az angolos írások vannak az ábrán, illetve a Tianchu teherűrhajót, az előbbit ugye okkersárgával, az utóbbit ilyen pinkben látjuk, őket már ismerjük. Ami most fölkerült, az az első főmodul, a három főmodulból, ez a Tianhu, vagy mennyek harmóniája nevű vezérlő és lakó modul, ez az, amit narancssárgával látunk. Ő van most egyelőre fönt, egyedül földkörüli pályán. Elvben ma délelőtt kellett volna egy ilyen, ennek a pink teherűrhajónak elindulni. Pár órája közölték a kínaiak, hogy hordozó rakétában talált, nem részletezett műszaki probléma miatt egyelőre szintén nem meghatározott időre ezt a startot elhalasztják, de remélhetőleg ez a pár napon belül azért sorra kerül ez a start, és aztán ha így lesz, és minden rendben megy, akkor júniusban megy majd a személyűrhajó az első három fővel. Ehhez a szerkezethez majd később fog csatlakozni két másik nehéz modul, amik jelentősen eltérő szerkezetűek, bár tömegükben hasonlóak, a Mengtian ez egy ilyen kutató és raktármodul lesz, ez lesz a harmadik, lecsúszott a szemem elnézést, ezért számolok visszafele. A Ventian, amelyik előbb fog indulni, tehát ő lesz a második majd, ő egy lakómodul lesz, aminek mondjuk a fele lakómodul funkciókat lát el, a másik fele kutatómodul lesz. Itt egy ilyen talán elég bonyolultnak tűnő ábra az építkezés menetrendjéről, igyekszem egyszerűvé tenni. Fölül azt lehet látni, hogy jó figyel, az látja, hogy három rakéta típus van, ezek a vaskosabbak indítják a három nehéz modult, ugye a Tianhu az már fönt van. Azok, amelyiknek a tetején nem látunk ilyen hegyes csúcsot, a mentő rakétát, tehát ott középen vannak, mindig ők indítják a teherűrhajókat, a CZ-7-esek, talán el lehet olvasni az oldalukon, és amin a mentőtorony látszik fönt, azok fogják a személyszállító űrhajókat indítani. Tehát azt lehet látni, hogy 2021-22-ben ezt az egész építkezést, amit ott a jobb felső sarokban látunk, hogy körülbelül hogy áll ez a rendszer össze, ezt összesen ennyi hordozórakét a startból, tehát három modul start, négy teherűrhajó és négy személyszállító űrhajó startból fogják véghez vinni. Most alul azt lehet látni, hogy a második nehéz modul az 21 végén vagy 22 elején indulna. Ez lenne ugye a Ventian. Annyira frissek vagyunk, hogy amikor én talán egy hete pont ezt a szlájdot raktam össze, ehhez képest két napja jött a hír, hogy ennek a startja már csak 2022, tehát 22 elején megy ez, és majd valószínűleg 22 végén megy a harmadik modul, a Mengtian. Lehet látni, hogy ezeket ugye valahogy szemből dokkolják, a bal alsó kis bélyegképet tessék nézni, szemből történik a dokkolás, és aztán egy ilyen robotkarral a dokkolás után áthelyezik a dokkolórendszer oldalára, tehát nem oldalról fognak földokkolni, ez hasonló, mint amit, sőt nem hasonló, teljesen ugyanaz, mint amit a szovjetek, az oroszok a Mir-en csináltak. Tehát most akkor ezt nézzük meg egy kicsit részletesen, mert érdekes, tehát van itt ez a három bélyegkép, a fölsőn látjuk a kisebbik modult, ez a központi modul, ami fönt van, megérkezik hozzá orrirányból a második nehéz modul, rácsatlakozik, utána ott talán óvatosan lehet látni, vagy nagyon-nagyon vékonyan egy ilyen kis pici robotkar lehúzza, és elkezdi oldalra fordítani, majd az oldalsó dokkolón visszahúzza, rácsatlakoztatja. A jobb oldali képen lehet látni ezeket a számokat, tehát a hatossal jelölt hossztenger irányú dokkolóra érkezik rá, és a magához hozott kis robotkarral ott a 11-es csatlakozók közül értelemszerűen az egyiket fogja megfogni. Azzal így lemászik, átfordul oldalra, és mondjuk itt az 5-ös számmal jelölt dokkolón
visszahúzza magát, tehát így kerül aztán végleges helyzetbe. Ez azt jelenti, hogy most van egy kis i betűnk, aztán lesz egy nagy L betűnk, és majd egyszer lesz egy nagy T betű, de az lesz a furcsa, hogy a szára lesz a rövide. Személyzetek készülnek, jelenleg Kínában tulajdonképpen három űrhajós osztály van, 98-as, egy 2010-es, és tavaly óta egy 2020-as űrhajós osztály. A 98-asban csak férfiakat és nagysebességű, tehát sugárhajtóműves pilótákat válogattak, a 2010-es osztályban már válogattak nőket is, de mindegyikük katona, ők szállító repülőgépeken pilóták. A 2020-as osztály volt az, amelyben már civilek is bekerültek, ott az egy 18 fős osztály, 17 férfi, egy nő, közülük heten-heten pilóták, illetve kutatőrhajósok lesznek, az előbbiek katonai pilóták, az utóbbiak civil mérnökök, és lesz négy, bocsánat, pilóták és fedezeti mérnökök lesznek a 7-7, és lesz négy kutatőrhajós, akik egyértelműen civilek és különböző tudományos munkásságuk van. Nos, ez a harmadik osztály nem vesz részt az építkezésben, az első-második osztálynak a tagjai fogják ezt a feladatot elvégezni. Felkészülésről egy felvétel, ez éppen Wang Yaping, a második kínai hölgy, aki ezek szerint űrsétára készül. A bal felső képen lehet látni a nagy merülőmedencében a jelenleg fönt lévő központi modulnak a makettjét, a jobb alsón pedig a Shenzhou űrhajónak az orbitális fülke modelljét, amit ő egy űrsétánál zsilipkameraként is lehet használni. És hát azok, akik ugye vágy fülőek, szemüek, azok látják, hogy ez az űrruha nagyon hasonlít ahhoz, amit az oroszok Orlán, illetve hát Orlán M-ként használnak. Mekkora az akkora, mert hát ezzel kapcsolatban a kínai sajtót nem kellett félteni, tehát rögtön a ábrákat közöltek, hogy igyekeztek megtalálni a űrhajózás történetében az összes olyan űrlabort, meg űrmodult, amely kisebb ennél a kien központi modulnál. Igazából a három modulnak a teljes hermetikus térfogata az 110 lépköbméter lesz, a jelenlegi 50, tehát ez a legnagyobb. A második és a harmadik, hogy említettem, az egyikben lesz egy ilyen raktár rész is, az visz el egy bizonyos mennyiséget, a másikban pedig lesz egy nem hermetikus műszerrekesz. Aki látja, itt tulajdonképpen a bal fölsőn lehet látni ezt a modult, a repülőpéldányt, rázópadon, ott vannak ilyen kékugás emberek, körülbelül lehet érezni a méretét, a legalsó gyűrű, amin ezt a lukakat látjuk, az már nem tartozik hozzá, illetve az alsó képen így bepillantunk a nagyobbik átmérőjű hengerbe, a giroszkópok irányából ezek a gömb szerkezetek, a giroszkópok, amelyek a térbeli pozíció, tehát térbeli helyzet tartását biztosítják. Itt ez a kép már élesben mutatja a jelenleg fölküldött modulnak a belsejét. Lehet látni, hogy egy elég kulturáltan összerakott szerkezet. Ez itt éppen a közép részből tekintünk hátrafele, tehát ott a hátsó átjáró ajtó mögött állnak szakemberek. Ez a befalazott rész itt hátul rejti az üzemanyag tartályokat és a hajtóműveket. És hát lehet látni, hogy rámoltak be ide nem kevés plusz cuccot is, mielőtt ezt fölküldpályára intották. Itt pedig az ellenkező irányba nézünk, ugyanabból a pozícióból, ott a bal oldalon látni a képernyőt, tehát a központi irányító pultot, ahonnan az egész űrállomást irányítani fogják, és ott elől van az a dokkoló rész, ez a gömbölyű, amin ugye több dokkoló egység is található. És hát szintén össze-vissza felkötözve csomagok. Akkor még mindig ott tartunk, hogy mekkora az akkora. Hát itt különböző szerkezetekkel hasonlítjuk össze őket. Talán a jobb oldalról érdemes kivételesen indulni, fölül a, mert úgy egyszerűbb, a fölül a teljes kiépítésében látjuk ezt a kínai űrállomást, ahol hát a három nehéz modul 60 tonna, de hát ehhez mindig fogunk csatlakozni egy vagy két személyűrhajó, vagy egy személyűrhajó és egy teherűrhajó. Alatta látjuk a volt
már megsemmisült orosz Mir űrállomást, amelyiktől hát a kínaiak merítették az ötletet, és legalul pedig a nemzetközi űrállomást, tehát lehet látni a méretbeli különbségeket. A személyzetekről annyit, hogy ugye azt mondja, hogy 3, 3 és 6, tulajdonképpen a kínaiak is úgy számolnak, hogy 3 plusz 3, tehát 3 folyamatosan 3 látogató időnként, a Mirnél általában ez 2 vagy 3 volt, így többé-kevésbé folyamatosan, de voltak látogatók. Nemzetközi űrállomáson ott meg gyakorlatilag nagyon sokszor 6-10 fő is fönt van. A bal oldalon pedig alul, ott nem, menjünk földre, ahol a piros keret van, a pirosba bekeretezve ugye a mostani, hiszen a két piros keret tartozik össze, a moduláris űrállomásnak a központi modulját látjuk a nemzetközi űrállomáshoz képest, alul pedig a kínai űrlabort, amik az egyest és a kettesnek már nincsenek fönt, egy hozzákapcsolt személy űrhajóval a korábbi szovjet szájutókhoz, illetve a szovjet-orosz Mirhez képest, és hát azért megdöbbentő, hogy az amerikai Skylab, ami lehet látni, hogy a hozzákapcsolt Apollo űrhajóval szinte akkora, mint a Mir, már legalábbis ami a légköbméterét illeti, ez egy brutális méretű szerkezet volt, majdnem annyi légköbméter állt benne rendelkezésre, mint a nemzetközi űrállomáson a sok moduljával egy. Most ez lett volna ez az első blokk, amire, ha minden igaz, én azt hazudtam, hogy nem is tudom, 40%, reméljük, hogy jól haladunk, vagy 30, nem tudom, mindegy. Szóval kicsit akkor mélyebbre merítkezünk, mert felmerül a kérdés, hogy hogyan jutottunk ide. Most sokkal több adat következik majd, de még egyszer biztatok mindenkit, hogy ne kezdjen el olvasni, mert azzal csak elfárasztja magát. Hát ahhoz, hogy majd meg tudjuk válaszolni ezt a orosz szállal kapcsolatos kérdést, tehát mennyire másolás, vagy mennyire önerő, ahhoz mindenképpen vissza kell menni a történelemben, egészen 1960-as évek közepéig, amikor is három kínai orvos, akik katonai, illetve repülőorvosok voltak, egy muszáj innom elnézést. Talán most jobb lesz, igen. Egy javaslattal éltek a Nemzetvédelmi Tanácsnak, miszerint kínai űrhajóst kéne a világűrbe küldeni. Ezt a programot 1967 nyarán aztán Mao Tse-tung, aki akkor a kommunista párt elnöke volt, illetve Chu Enlai, aki miniszterelnök volt, jóvá is hagyta. A program a 714-es projekt nevet kapta. Kínaiak úgy nevezték el mindig a projektjeiket, hogy az első szám volt a hónap, amikor az aláírás történt, vagy az utasítás, és a második, harmadik szám adta ki a napnak a nevét, vagy a számát. Az űrhajó az a Shukuang, vagyis hajnal pirkadat nevet kapta, és ugye ez, ha ez sikeres lett volna, az lett volna a terv, hogy a 70-es években már Kína önerőből űrhajósokat juttat a világűrbe. 68. januárjára összeálltak a válogatási paraméterek, ott lehet fönt látni, nem fogom végigolvasni, a harmadik bumszlihoz ugorjunk, azt mondja, hogy olyan sugárhajtóműves pilótákat kerestek, akik legalább 300 órával rendelkeztek sugárhajtóműves típuson. Itt alul az apró sárga betűs megjegyzést írtam magamnak segítségként. Hát a Vostoknál sokkal megengedőbbek voltak a szovjetek, ott 200 óra elég volt. A Gagarinnak sugárhajtóműves típuson 220, Leonovnak 250 órája volt, amikor fölvették. Az amerikaiak sokkal keményebbek voltak, nem véletlen, hogy ott 40 év volt a maximális korhatár, ugyanis ők 1500 összrepül órát vártak el, és berepülő pilóta jogosítást. Így elkezdődött a válogatás, 69 végére, mire közel 2000 személyi kartont áttekintettek, és ezt két lépcsőbe lehúzták 88 főre, vagy lecsökkentették 88 főre, jutunk el, akik repüléstechnikai ellenőrzéseken vettek részt, fizikai felmérő, pszichológiai orvosi vizsgálatokon. Ott látjuk egyiket. Végül 71 márciusában jelentették be azt a 20 főt, akire én a címbe úgy hivatkozok, hogy a 19-ek, ugyanis a lista az 19 nevet tartalmaz, mert egy 20. fő, akit beválogattak, nem részletezett okok miatt idő előtt kikerült a csoportból.
nevét se tudjuk, tehát biztos, tehát lehet, hogy nem viselkedett elég jól, volt ilyen a szovjeteknél is csaptak ki a szocialista emberhez, illetve a repülőtiszthez nem méltó viselkedés miatt űrhajost az űrhajós csoportból. De hát ez csak az én tippem. Hogy nézett volna ki ez az űrhajó? Hát mondhatnám némi iróniával, hogy jó kínai szokás szerint másolták volna az ötletet az amerikai kétszemélyes Gemini űrhajóról, ami az amerikaiak második űrhajó típusa volt, illetve egyidejűleg két dolgot akartak tenni, azon kívül persze, hogy egy rakétát fejlesztenek, hogy csinálnak egy kétszemélyes űrhajót, a Sukhoangot, amit itt S betűvel van az ábrákon jelölve, illetve egy FSVV néven pedig ezzel párhuzamosan egy katonai felderítő holdat, ami filmszalagot visszahoz a Földre, hiszen bizonyos technológiák, a műszaki hajtóműegység, hővédelem, balisztika, ezek azonosak mindkét esetben. Lehet látni, hogy a műszaki a főbb paraméterek nagyon hasonlóak voltak az amerikai Geminihez. A kínai picit könnyebb lett volna, mert egyszerűen belátható időn belül úgy érezték, hogy nem tudnának egy 3,5-4 tonna terhet alacsony földképpályára képes rakétát kifejleszteni, ezért ez a 3-3,2 tonna lett meghatározva, de az alak, a méretek egyébként azonosak, amit megjegyeztek, hogy borzalmas űrrepülés lett volna. A startnál, a Geminikben ott maximum 6,8 G-s túlterhelés lett volna. Fölfele, ugye lefele látjuk, hogy mind a kettő maximum 8 G, viszont a Sukhoangban úgy számoltak, hogy fölfele 11 G-vel G-t is elért volna néha a túlterhelés. Ráadásul olyan anyaggal is találkoztam, azt írták, hogy 150 decibel lett volna a repülés egyes szakaszaiban a zajterhelés, vagy a hangnyomás. Tehát ez azért nem lett volna egy kellemes repülés. A program elindult, itt néhány ilyen korabeli dokumentum, amelyik, hát itt ugye összegyűrt papírokat halásznak elő emberek. Azért lehet látni a baloldali képet, ha valaki néz a baloldali képnek a jobb alján, a jobb oldalán van egy kamera, ami egy repülőteret fényképez, tehát ez a propaganda célon kívül ez egy katonai felderítő űreszköz lett volna. Nos, nyilvánvalóan kitalálja mindenki, ez a program elbukott, ez egyetlen kérdés, hogy vajon miért. Ez elég összetett, szóval eleve a program rosszkor indult, 66 és 71 között zajlott Kínában az úgynevezett kulturális forradalom, fiatalok utána nézzük a Google-on, hogy ez mi volt. Nem volt ez egy olyan időszak, ami nagyon kedvezett a magasan kvalifikált embereknek, mondjuk így, és pont ebben az időben, ugye 67-ben indult el ez a program, 71 márciusában kiválasztották az űrrepülésre az űrhajósokat, a kiképzésre, és már 73-ban, legkésőbb 74-ben repülnie kellett volna az űrhajósokat. Ehhez képest gyakorlatilag az a hordozó rakéta, amelyik képes lett volna ezt az eszközt fölemelni, ott pirossal bekarikázva lehet látni a CZ-2D, vagy hosszú menetelés 2D, ez 92-ben tudott csak először repülni, de még az első sikeres FSVV visszatérő űreszköz repülésére is csak 75-be került sor. Gyakorlatilag Mao személyesen már jóval korábban 72-ben törölte ezt a programot, tehát ezek a szegény űrhajós jelöltek, ezek űrhajós jelölti státuszban összesen 14 hónapot voltak. Viszont ennek a programnak volt néhány öröksége és néhány tanulsága. Hát az örökség az az, hogy például létrejött egy repülő űrrepülési kutató, űrrepülés orvosi vagy repülő és űrorvosi kutatóközpont. Létrehozták ezeket a visszatérő holdakat, ezeket több évtizeden keresztül használták a kínaiak. A jobb alsó képen látjuk a fotó kazettát, a fotó szallaggal, megcsinálták, megvalósították az első követőállomásokat, követőhajókat, kínai űrruhát, űrételeket terveztek, hoztak létre, és ott látjuk pirossal bekeretezve, hogy tulajdonképpen ennek a hordozó rakéta családnak a fejlesztésével született meg az a hordozó rakéta, ami aztán a jelenlegi Shenzhou űrhajókat indítja, a hosszú menetelés 2F. Ráadásul, akik szerencsésen túlélték ezt a programot és a kulturális forradalmat, azok közül nagyon sokan nagyon magas beosztásokból kerültek nyugdíjba. Lu
Xian Xiao például az egyik, egy kínai hadseregnek volt a vezérkari főnöke. Tehát ez egy nagyon komoly beosztás, főleg egy ekkora országban. Na most, hogy miért beszéltem erről így hosszasan? Azért, mert nagy valószínűséggel ennek a programnak az egyik legfontosabb következménye mégis az, és ez fontos ahhoz, hogy megértsük ezt a bizonyos orosz kapcsolatot. Kínaiak rájöttek, hogy azért ez nem egy egyszerű feladat, szóval nem egy sétagalop egy űrhajót fejleszteni, és ezért az oroszok segítségét kérték. 91-ben ugye ismét jó volt már a viszony az oroszokkal, meglátogattak, kínai delegáció meglátogatta az oroszokat, megnéztek egy Szojuszt, majd 92-ben született 921-es projekt néven, tehát látjuk is, hogy szeptember 21-én döntés arról, hogy saját űrhajóval, saját űrhajóval kell a világba juttatni. Látunk egy hosszú folyamatot. Most, ami nagyon érdekes, az a 95 és az utáni rész, ugyanis nem egyszerűen arról volt szó, hogy szakembereket cseréltek, hanem 95 márciusában gyakorlatilag a kínaiak vásároltak egy Soyuz, komplett Soyuz leszálló kabint az oroszoktól, egy komplett dokkolórendszer, illetve a Szokol űrruhát, az a belső, a Soyuzban belül használt mentő űrruha. Nagyon vicces, ugye oda van írva, hogy odaírtam, hogy $50,000 cash. Valószínűleg itt ez egy nem hivatalos üzlet volt, mert itt készpénzt, $50,000 készpénzt kértek orosz szakemberek, és hát az a kínai szakember, aki erről megemlékezik, leírta, hogy hát nehéz ügy volt, mert Pekingből ők csak 20,000 vittek magukkal, viszont a moszkvai követségen meg nem volt 30,000, de hát aztán valahogy ott a moszkvai követség pénztárából, meg a dolgozóktól, meg a családtagoktól, meg kölcsönökből összeszedték ezt az $50,000. 96-ban, ez nyilván viszont hivatalos volt, két kínai pilóta, Li Qinlong és Hu Qi érkezett Csillagvárosba, egy alapűrhajós kiképzésre, ugye, ami hát tulajdonképpen hasonló, mint amit Farkas Bertalan és Magyari Béla kapott. Őróluk tudjuk, hogy ők a Shenzhou 5-nek és a 6-nak, vagyis a két első személyszállító űrhajónak voltak a tartalék parancsnokai, de egyikük se repült soha a világűrbe végül, csak a többiek, tehát a létrejövő első kínai űrhajós osztály kiképzésével vettek részt, 2014-ben nyugdíjba vonultak. Aztán, ahogy fejlődött a program, és kezdték a kínaiak érezni, hogy közeledik az, hogy űrsétát kéne végezni, akkor több orosz Orlán M űrsét, a szkafandert is vásároltak. Itt a több az emlékeim szerint közel 10 darabot, tehát vettek néhányat, ami ugye kinti, vettek néhányat, ami beltéri gyakorló, és vettek néhányat, ami víz alatt használható verzió. Tehát igen, van nagyon komoly orosz szál, és mondjuk azt, hogy ez egyébként úgy többé-kevésbé legális szál, tehát nem arról szólt a történet, hogy kémek szedegettek információkat. Nos, akkor azok után fölmerül az a kérdés, hogy akkor ez az egész rendszer, amit jelenleg a kínaiak használnak, ez mennyire másolás? Hát néhány elemet így akkor így megmutatnék. Kezdjük a mentőrakétával. Ugye itt látunk egy Soyuz hordozó rakétát, ott alul azt a szürke részt, meg fölül a fehér részt, ugye a fehér alatt van maga a Soyuz űrhajó. A jobb oldalon ugyanezt a Shenzhou-nál látjuk, a Shenzhou hordozó rakétájának az orrburkolata, ami alatt most éppen valószínűleg nincs űrhajó. Ugye a tetején van egy mentőrakéta, aminek ugye az a feladata, hogyha a startasztalon állva a Shenzhou esetében ez emlékeim szerint 15 perccel a indítás előttől élesedik, pálya bizonyos magasságáig, talán 160 kilométerig, ha valami történik a rakétával, akkor ennek a mentőtorolynak a feladata az, hogy az űrhajónak a felső részét, jelen esetben a felső orbitális fülkét és a parancsnoki modult azt letépje, utána lehúzza az egészről az orbitális fülkét, szabaddá téve a parancsnoki modult, ami aztán egy ballisztikus pályán visszatér a Földre. Ez egy elég jól működő dolog, a szovjet-orosz űrkutatásban emlékeim szerint, de lehet, hogy összeemlékszem, két olyan eset is volt, amikor ezt élesben használni kellett, minden személyzet túlélte.
Ennek eddig három verzióját fejlesztették ki, majdnem azt mondom, hogy keleti szomszédaink, de köztünk van már Ukrajna, tehát az oroszok, tehát a szovjetek. A fekete-fehér az a legelső variáció, ez még a Bertalan űrhajóján is ilyen volt. A nagy állókép mutatja a mostanit, illetve jobb oldalon látjuk a sencsőt. Most aki megnézi, akkor azért az látja, hogy valamit azért a kínaiak reszeltek rajta, mert ugye ott egy Soyuz TMA van a nagy képen. A négy főhajtómű, ami magát ezt a letépést és gyorsítást végzi, az még az is lehet, hogy nagyon azonos vagy nagyon hasonló, viszont fölül látszanak ilyen kisebb rakéták. Mind a négy képen azoknak ugye az a dolguk, hogyha ez a rendszer mégsem működött, remélhetőleg nem működött, akkor ezt egyszerűen elviszi a hordozó rakétától bizonyos magasság fölött. Ezek mások, ez így ránézésre látszik méretben, darabszámban és így tovább. Tehát van némi innováció, de nem sok itt. Nézzük meg magát a Szojúz űrhajót, illetve a Sencsút. Hát aki így ránéz, ugye, az azt mondja, hogy hát ez egy Szojúz koppintás. Néhány paramétert viszont, ha összehasonlítunk, akkor azért érdekes dolgokat lehet felfedezni. Kezdjük rögtön ott, hogy egyáltalán mivel hasonlítunk össze, mert ugye Szojúzokat 67 óta használnak a mai napig. A Szojúz TM-et azért vettem elő, mert ugye ez lehetett az a típus, amivel a kínaiak ismerkedhettek, aminek a kabinját megkaphatták, ezt ugye az évszámokból lehet kikövetkeztetni. A TMA pedig az a típus, ami tulajdonképpen a Sencsú program beindulásakor, élesedésekor az első személyzetek idejében repült, az már inkább csak ilyen érdekesség. Most lehet látni több mindent. Az első dolog, ami szembetűnő az, hogy a kínai eszköz az nagyobb. Minden méretében egy picivel nagyobb, összességében egy olyan 15%-kal nagyobb az egész űrhajó, beleértve a hermetikus térfogatot is. A másik szembetűnő dolog az az orbitális űrhajó, hogy ez a középen lévő feje tetejére állított kávés csésze, az a parancsnoki visszatérő fülkönyv, arra három űrhajós tartózkodik. Fölül az orbitális fülkönyv, ez csak a földkörüli pályán használatos, ilyen kis kiegészítő lakótér, vagy lehet űrsétánál zsilipként használni, ha űrállomáshoz mennek föl, de jó sok mindent be lehet pakolni. Lehet látni, hogy a Szojuzon ez egy ilyen, tulajdonképpen ilyen hordószerű szerkezet, míg a kínaiaknál ez egy henger, majd erre később visszatérünk. És azt is lehet látni, hogy a Sencsúnak az orbitális fülkéje bizonyos esetekben napelemmel is el van látva. Történet nagyon egyszerű, azokon az űrhajó változatokon, amiken űrsétát végeztek, vagy űrmodulhoz, űrállomáshoz kapcsolódnak, ez a rész nincs ellátva napelemmel, csak a nagy napelem van a műszaki hajtómű egységen, aminek egyébként az az oka, hogy ez az orbitális modul, és ez teljesen eltérő a szovjet-orosz megoldástól, ez akár több hónapon keresztül, ha rajta van ez a napelem, önálló repülésre is alkalmas, tehát ezt el tudják látni helyzetszabályozó rendszerrel, illetve kis rakétákkal, több hónapig földkörüli pályán keringenek, képesek rá, erre többször sor került, tehát már a személyszállító űrhajó rész már rég hónapok óta a Földön volt, amikor ezek odafönn még dolgoztak, aztán persze a felső légkörbe belemerülve megsemmisültek. Hát erről a képről talán ennyit. Ha most a műszaki egységet nézzük meg, akkor ott a bal oldalon nem bírtam megállni, hogy ezt a nagyon cuki kis makettet nem mutassam meg. Ez a Sencsú 1-es, ami még automatikus volt, és a Szojuz 1-ben szegény Komarov meghalt. Annak a fenekét mutatja. Lehet látni, hogy a hajtómű elrendezés, aztán van ott jobb oldalon két éles kép földkörüli pályáról, az teljesen más. Hajtóművek kialakítása is más, a műszaki egységnek a kialakítása is más, és a napelemek elhelyezése is. A kínaiaknál napelem előrébb van, és ez egy forgatható szerkezet, az oroszoknál sokkal hátrébbe került. A felső, jobb felsőkép érdekessége egyébként, hogy ezt egy tulajdonképpen egy ilyen drón készítette, egy kisméretű műhold, amivel körbe repülték a kínaiak az űrlaborjukat és a
és a Sencs űrhajót, ott az űrlabornak ott látszik is jobb oldalon az orra, hogy rádokkolódott, és az is látszik, hogyha ilyen dokkolós űrhajó van, akkor valóban elől az orbitális modulon is napelem. Hát azt hiszem, ez lesz az az ábra, amit, vagy fotó, vagy dia, ez a jó szó, amit a legtöbben kedvelni fognak. Ugye a Soyuz TMA-nak a műszer paneljét látjuk, a TMA-t, bocsánat, amiről mondtam, hogy valószínűleg ezt kapták ők meg. A TMA-t, amit utána mondjuk így 2010-ig használtak az oroszok, és a jobb fönt a Shenzhou 5 az első személyszállító kínai űrhajó, illetve alul a Shenzhou 10, és éppen itt Wang Yaping nézi a szimulátorban a két fiút. Hát lehet látni, hogy komoly különbség van, szóval, hogy a kínaiak a TM-et kapták meg, van néhány feltűnő dolog. Ugye a TM az még egy klasszikusabb analóg és digitális berendezésekkel felszerelt eszköz. A TMA volt az első úgynevezett Glass Cockpit Soyuz, tehát ugye az üveg pilótafülke, vagyis teljesen digitális pilótafülke. Hát nem kérdés, hogy a Shenzhou az egy teljesen digitális fülke. Látszik az is, ott középen alul a jobb felső képnél van egy ilyen furcsa, mint egy ilyen tárcsás telefon. Sokan tudják, hogy a Soyuzoknál ott lehet látni egyrészt a földhorizontot, másrészt pedig a dokkolásnak a képét, amit egy periszkópon bevezetnek. Ha itt visszamegyünk erre az ábra, ott a bal oldalon van egy sárga nyíl, ez mutatja azt a periszkópot, amivel előre lehet tekinteni a dokkolásnál, és lehet látni, a Shenzhou-on nincs ilyen, azért, mert ott ez az eszköz csak a horizontot figyeli, a dokkolás az kamerával történik. És hát lehet látni azt is, hogy ezeket a jellegzetes, nagy, sárga bakelit kapcsolókat, amik ilyen szelepeket nyitnak, zárnak a Soyuzokon, a Shenzhou-on ezt is digitálisan oldották már meg. Hát, úgyhogy ez egy szép munka, azt lehet mondani. Na most a beltéri szkafander az viszont a történet másik véglete, mert itt aztán túl sok mindent nem variáltak a kínaiak. Szerintük ez egy ilyen 2,5 millió forint per darabos szerkezet lett. Ők kaptak ilyet, gyakorlatilag ezt lemásolták, tehát azon kívül, hogy Kínába gyártják az alkatrészeket, az ember megnézegeti darabonként, szinte tökéletesen ugyanaz. A jobb alsó kép érdekes, amikor már ugye beöltöztek repülés előtt az űrhajósok, és a nyomás próbát végzik. Közben nézik, hogy tudják-e a végtagjaikat mozgatni. Nézzük meg az orbitális fülkét, amiről volt szó. Itt is sok mindenről érdemes beszélni. Az első az, hogy ugye emlékszünk, a Soyuznál ez egy ilyen ordó alak, vagy egy ilyen két félgömb, ami között egy gyűrű van. És amit pirosra bekereteztem, az a rajz, az az eredeti Korolyov féle terv, még a 60-as években, amikor a Soyuz tervezte. Látszik, hogy ő is ilyen hengeresben gondolkodott először, de aztán ebből valamiért ez a talán nyomás, állás, állóság szempontjából jobb kabin jött össze. Lehet látni az összes Shenzhou-nál, hogy az 1-től 4-ig ott a jobb oldalon voltak az automatikusak, az 5-6-7 a személyszállító volt, a 8 az újra automatikus volt. Ide különböző cuccokat pakoltak, nincs két egyforma köztük. Amit biztosan tudunk a fotókból és a fotók alapján készült és itt közölt rajzokból, az 1-2 az ez egy katonai labor volt tulajdonképpen, amelyik önálló keringést is végzett, miután a modul, illetve a kabin levált róluk. Ezek az antennák az UHF sávban végeztek meg lehallgatást valószínűleg, illetve figyelhették az amerikai flotta mozgásokat. A 3-as, 4-esen azokon ilyen radaros távérzékelő berendezések voltak, amiről a kínaiak nem beszéltek, tehát valószínűleg ez szintén flotta mozgást figyelt. A Shenzhou 5, ezt látjuk a bal oldalon, fönt középen, illetve jobbon, jobb oldalon 5-össel jelölve. Ez egy nagy felbontású kamera volt, ezzel repült ugye a Yangtze-Bei, semmit nem beszéltek róla, ez egy multispektrális és egy optikai kamera, ami aztán a két űrlaborba is megjelent, tehát tételezzük föl, hogy ezek polgári vagy polgári és katonai célra használhatók.
illetve a 7-esről és a 8-asról pedig azért maradt le a napelem, mert a 7-es volt az, amiben az első űrsétát végezték, a rövid repülés volt egyrészt, másrészt jó, ha az nincs ott útban, a 8-as pedig automatikus dokkolást végzett az első űrlaborhoz. A konklúzió, hogy ennek az orbitális fülkének tulajdonképpen a Soyuzhoz aztán túl sok köze nincsen. Ez egy úgy tokkal vonóval egy kínai innováció tulajdonképpen. Nézzük meg az űrsét, a szkafandert. Ugye, itt le is írtam, de jó. Vettek ugye 3 repülőpéldányt, vagy hát használatot, 4 víz alattit és 2, ami csak beltérben használható. Ezeket $800,000 fizettek a kínaiak. Az, hogy az üzemideje az 4 óra vagy 8 óra, én ezt nem tudom, mert ilyet is olvastam, olyat is, volt már, ahol leírtam a 8 órát, úgyhogy remélem, hogy az jön be. Túl sok különbség nincs a kettő között, itt alul a kínai, fölül az orosz. Van egy szelep itt a két oldalon, ami nem látszik, annak más a kialakítása, illetve ez a vezérlő panel, hát nem is az az innováció, hogy itt az oroszoknál a 3 kapcsoló lejjebb van, a 2 följebb, a kínaiaknál a 2 van lejjebb, és a 3 följebb, biztos nem tudom, tehát valahogy lehet, hogy ők másik kézzel nyúlnak oda, hanem az, hogy a kínaiaknál itt pluszban elhelyeztek egy OLED kijelzőt is, illetve ami talán lényegesebb, és az inkább ezen a pici képen látszik, ha így az ember ránéz, hogy sokkal nagyobb a látószög, a látótere a fent ilyen nevű szkafandernek, amelyiknek Hu Jintao akkori kínai elnök személyesen adta ezt a elnevezést. Nos, végeztünk nagyjából így az űrhajóban, nézzük meg ezt az űrlabort, ezt a Tiangongot, hogy ez méretében és képességeiben hogy viszonyult mondjuk az orosz Szaljut 1-hez, illetve a Szaljut 6-hoz vagy 7-hez, amelyiken Bertalanunk járt. De megyünk tovább, mert ezt is mindenki megőrzi. Ezt se fogom részletesen elmondani, mert aki kíváncsi rá, az letölti majd a prezentációt, és akkor végigmegy darabonként az összes tételen. A lényeg, amit én mondani szeretnék most itt, az, hogy egyrészt azt lehet a jobb oldalon látni, hogy tulajdonképpen a Shenzhou-nak a parancsnoki fülkéje és az orbitális fülkéje az többé-kevésbé, illetve csak kicsivel kevesebb légköbméter biztosít, mint ez az űrkabin. A másik, hogy itt lehet látni ilyen függönyt, ami azt mutatja, hogy ott már ilyen hálóhelyet is kialakított, tehát éppen van egy szobakerékpár. Igen, és akkor kicsit bepillantunk. A jobb alsó kép az a második űrlabort mutatja, amelyik ennek ugye egyetlen látogató személyzete volt 2 fő, akik 30 napig voltak. A többi 6 bélyeg, az pedig az egyest mutatja. Lehet a padló színéről lehet azonnal megismerni, hogy melyik. Még néhány érdekességre hívnám föl a figyelmet. Ugye az egyik az az, hogy ahol ez a kerek izé van, ugye abban az irányban az űrhajó mindig, ahol ezek a zsebek vannak, mint az autónk vezetőülésén hátul, ahol gyerekek ülnek hátul, ahova a vackaikat szórhatják bele a morzsát. Ez ugye a hátfal, ami mögött a ajtó, meg a gázok vannak, meg a üzemanyag. Bal alsó kép érdekessége, hogy 2 példányt látunk, tehát a 2 repülő példányt, a fő példány és a tartalék, a bal felsőn látszik ott kinyitva, elhúzva bal oldalon, jobb oldalon a hálófülkéknek a függönye. És amit még meg lehet figyelni, a bal felső és a jobb alsó képen ez a dominózus doboz, ami nem tudjuk, hogy micsoda, hogy ez kicsit eltérő. Illetve a 3-személyes változatnál itt a jobb alsó... Látszik az, hogy én most mozgatom az egeret? Tiszta. Szuper. Tehát ugye itt látunk egy hálófülkét, 2, és itt van egy harmadik záró, mert ugye ezeken 3-an repültek. Itt a kínai az egyik hálófülke, itt a függönyen fogja a fiatalabbik úr, aki életében akkor repült először, parancsnok a másodszor, talán a másodszor repül, az ajtót, és itt szépen mindenképpen akkurátusan le van valami takarva, tehát itt ugye egyesek arra gondolnak, hogy ott valami katonai cucc lehetett, illetve látjuk ezt a geostacionális műholdakkal kapcsolatot tartó antennát, ez egy nagyon lényeges dolog,
A kínaiak csatlakoztak ahhoz a klubhoz, amiben az amerikai, oroszok, illetve az európai ügynökség van. Földkörüli pályán gyorsan is műholdak vannak, ami azért jó, mert amikor az űrállomás, űrmodul nem látszik a földi követőállomások számára, akkor geostacionális műholdon keresztül lehet kommunikálni. Következő rész, ez a megközelítés, dokkoló rendszer. Ez tulajdonképpen, hát ez egy nehéz ügy, mert ugye annyiféle dokkoló rendszer volt az űrhajózás történetében, hogy most arról beszélni, hogy másolt, nem másolt, azonos vagy nem. Ez egy androgén dokkoló rendszer, ami elvileg azt jelentené, hogy azonos értékű a két oldal, de persze ez a valóságban nem feltétlenül van így, mert is mindig van egy aktív dokkoló űrhajó, meg egy passzív. Ugye két, egy össze akarok kapcsolni egy rendszert, az nem jó, mind a kettőt irányítom. Ez legjobb arra hasonlít, ami most van fönt a nemzetközi űrállomás amerikai oldalán, de kínaiak nem erősítették meg, hogy ez azzal kompatibilis vagy sem. Nyugati szakemberek találgatják, ránézése vannak apró eltérések, azt viszont ugye tudjuk, hogy az amerikaiak praktikusan kitiltották a kínaiakat a nemzetközi űrállomásról már jóval korábban. Pedig ez egy fontos kérdés lenne, hogy mondjuk lehet-e mentést oda-vissza alapon megszervezni. Ami érdekes, és egy nagyon jó kis saját innovációjuk, ez a, bár ilyet csináltak, mondjuk az európai ATV teherűhajók is lézeres megközelítést használnak, de ez nem hasonlít semmelyikre. Van egy forgó lézer rendszer, illetve van egy lézer tükör a célon, jelen esetben az űrállomáson. Nagy távolságon ugye radaros megközelítés van, aztán áttérnek egy ilyen lézeres távolság, illetve távolságváltozás, magyarul sebességmérése, és a végén van ugye ez az optikai céltárgy, ami lenni szokott, amit például keresem. Például a jobb oldalon alul lehet látni ez a kis lába, majd látunk egy jobbat is. Tulajdonképpen letesztelték ezzel ezeket a technológiákat, amik feltétlenül szükségesek az űrállomás építéshez. És akkor a teherűrhajót, ha megnézzük, hát ez meg teljesen más, mint bármi. Sokunk egyik kedves barátja, Vince Miklós kérdezte tőlem, hogy ez vajon koppintása-e, itt látjuk jobb oldalon alul a kínai koppintása-e a balról másodiknak látható európai ATV-nek. Hát nem, látható, hogy nem, teljesen más. Ő persze nem ostoba volt, hanem a kérdést azért tette föl, mert a kék szín az azt jelenti, hogy ott üzemanyagot is lehet szállítani és átszivattyúzni, mint lehet látni, hogy ezt a progresszek, a szovjet-orosz progresszek, az európai ATV-k, amik már nem repülnek, és a kínai teherűhajók képesek erre. De látjuk nagyjából a méretüket is. Na most itt a bal felső ábrán lehet látni ezt az átszivattyúzó rendszert, de hát elég sötét, nem igazán látszik ebből sok. Ami érdekes talán, és én magyarul meg nem láttam ezt leírva sehol, hogy a kínaiak három verzióval számolnak, bár egyelőre csak ez a baloldali repült. Ebben van ugye üzemanyag, gázok és 15 köbméter a hermetikus tér, ahol száraz anyagokat lehet szállítani. Lenne egy olyan, amelyiknél ezt lefeleznék, tehát nem tudom, 7 vagy 8 köbméter a hermetikus rész, és akkor lesz egy ilyen nem hermetikus rész, ahonnan meg majd az űrállomással robotkarral lehet kivenni olyan műszereket, amit eleve kint tárolnak az űrállomás külső részén. És lenne egy harmadik verzió, ami természetesen üzemanyagokat és gázokat visz, viszont egyáltalán nincs hermetikus raktere, csak ilyen külső szállítású megoldása van. Hogy ez a második és a harmadik verzió mikor fog repülni, erről nem hallottam semmit, nem láttam semmit. És akkor megérkezünk ugye a jelenbe, ebbe a folyamatos jelenlétbe. Nos, hát ezt a két képet nem bírtam kihagyni, mert más okból, de gyönyörű mind a kettő. Ugye az egyiken majdnem azt mondtam, hogy fanfárok, lehet, hogy van fanfár is, tehát itt a most a moduláris űrállomás központi moduljának a startját látjuk, amelyen hát van énekkar, van szimfonikus zenekar, vannak nézők, ugye, és hát a jobb oldalon pedig a rakétának az emelkedése látszik, ilyen furcsa színezéssel. Ugye itt a színek azért érdekesek, mert a white szemérek tudják, de ha még van itt köztünk, vannak itt
egyébként korábban nem foglalkozott hordozó rakétákkal, nyilván az ég és színe az a használt hajtóanyagról mesél, úgyhogy lehet látni, hogy, hogy van itt kerozinos hajtómű oxigénnel, amit mindegy van persze oxigén, tehát a kerozint használnak üzemanyagnak, illetve van folyékony hidrogénes, ami egy sokkal tisztább megoldás. Most akkor kicsit merüljünk el a magába az űrállomás, a moduláris űrállomásnak a szerkezetében, illetve ebbe az űrtávcsőbe. Az űrtávcső nem szeretnék sokat mondani, ez mindenig ez 2004-ben indul, ez egy jó nagy szerkezet lesz, körülbelül akkora lesz, mint az amerikai Hubble, ha emlékeim szerintem 2 méter lesz a teleszkóp átmérő. Az érdekessége az az lesz, és ez egy nagyon jó pofa innováció megint, hogy ezt azonos magasságú és hajlásszögi pályára fogják helyezni, mint az űrállomás, viszont az ellenkező, a úgy tetszik, oldalára a Földnek. Tehát ő onnan végzi a megfigyelését, és időről időre néhány évenként oda fog manőverezni az űrállomáshoz, rákapcsolódik, és akkor át tudnak bele szivattyúzni üzemanyagot, ha hibás eszközök vannak, modulok, azokat ki tudják cserélni, sőt, akár lehet azt is, hogy bizonyos modulokkal indul, aztán utána 5 év múlva más modulokkal cserélik le, tehát korszerűsíteni is lehet, és reméljük, hogy akkor ez így 15 évig működőképes lesz. Számomra ebbe ugye maga az űrállomással összekapcsolódás, mint ötlet az innováció. Nos, a bal oldalon látjuk a modulokat, már sok mindenről volt szó, tehát most nem megyek végig, mert közben lehet itt olvasni a feliratokat is. Összesen két dologra fókuszálnék, az egyik a robotkar, a másik az űrséta. Kezdjük a másodiknál. Űrsétát többféleképpen lehet végezni. Egyrészt, amíg ez a modul van fönt egyedül, azon is van egy űrséta ajtó. Itt lehet látni ezt a zsilipet, tehát a csatlakozók száma ezen a modulon, ez 5 darab, a méren ugye 6 volt, tehát volt egy hátul a méren, és 4 darab volt körbe itt a gömbön, plusz 1 volt szemből. Itt a kínaiaknál ezt megspórolták, ugye nem lesz annyi modul, fölösleges, nem csináltak ott egy messziről dokkoló gyűrűnek tűnő, de igazából ez egy űrséta ajtó, amin körben van egy kapaszkodó. Onnan lehet űrsétát végezni, illetve itt látjuk ugye a Shenzhou űrhajónak az orbitális fülkét, azt is lehet lépzsilipként használni. De hosszabb távon az a cél, hogy az egyik, hogy azt már nem akarják, tehát az űrhajókat nem akarják ezzel nyúzni. Az az elképzelés, hogy a Ventian modulon majd lesz még egy űrséta ajtó. Tehát ezt duplikálják. A Ventian egyébként amúgy is egy duplikátor lesz részben, mert bizonyos fontos elemeit az egész űrállomásnak ott újra el fogják helyezni. Tehát, hogyha a fő modul esetleg nem működne, bizonyos berendezés nem működnék, akkor azt innen is lehet majd vezérelni az egész rendszer. Tehát duplikálni fogják. És akkor mondtam a robotkart, ez a most fölküldött modulnak az aljában, és ezen kívül lesz még, hát ha jól emlékszem, talán a Mentian modulon is lesz meg egy ilyen robotkar rendszer. Ezt majd nézegeti otthon, aki akar, én most csak azt mutatnám itt meg, hogy itt van ez az ominózus űrsétajtó, ugye a felső ábrán látjuk, ez pedig itt a geostacionális műholddal kapcsolatot tartó antenna, tehát ez a, úgy tetszik, a Föld felől nézve a felső oldal, itt pedig az alsó oldalt látjuk, az alsó dokkoló, vagy az összecsukott napelemmel, ez a két hangvilla pedig ugye a bal és jobb oldalon az összecsukott robotkar, kezdek fáradni, bocsánat, a harmadik, negyedik ábra pedig a jobbról balról a két hangvilla az összecsukott napelem szárny. Igazából, ami nagyon jelentősen eltér a Mir-nek a központi moduljától, vagy a Nemzetközi Űrállomás központi moduljától, az leginkább itt a gömbön látszik. Ugye a 6-os ajtó mutatja, vagy a 6-os csatlakozó az orirányú csatlakozást,
beszéltünk arra, hogy hossz, nagy távolságból egy radaros megközelítés történik, aztán, hogy közeledik az űrhajó, akkor egy lézer tükörre történik egy távolságmérés. Itt a jobb oldali ábrán egy-egyes makettet látunk, egy elég részletesen kidolgozott, tehát mégiscsak ilyen részben műanyag makett. A bal oldalon a repülő példányról látunk egy képet, azon letakarva látszik ez a 8-assal jelölt lézertükör, ami itt van, teljesen eltérő attól, amit az oroszok használnak, illetve amikor egész közel vannak, ugye a 10-es jelöli ezt az optikai céltárgyat, hát az nagyon hasonló, és ami nagyon érdekes, ez a 9-essel jelölt szerkezet, ez itt a műanyag makett a nagy kinagyított, mert a repülő példány fotója az nagyon gyenge minőségű. Itt történnek ezek az elektromos csatlakozók, az üzemanyag csatlakozók, ezek a gáz csatlakozók az esetleges átszivattyúzásra. Ez egy érdekes ötlet, hát mondjuk nekem borsozik a hátam, hogy ezt az egészet egybe integrálták, de hát nyilván végiggondolták ott ezt szakemberek, hogy miért jó az, hogy ilyen közel vannak ilyen kábelek meg csövek egymáshoz. Ha tovább megyünk ugyanezen a maketten, akkor itt a 2-es jelöli a giroszkópokat, a nagy 1:1-es komplett modellen ezek ilyen műanyag golyók. Itt a rossz minőségű képen látjuk a repülőpéldányokat, illetve a 3-as mutatja a napelemeknek a mozgató mechanizmusát, amelyik szintén elég jelentősen eltér az oroszétól, és ugye a 4-es a már említett geostacionális műholdantenna. Itt kinagyítva ez az ominózus robotkar, az az érdekessége, hogy van több helyen csatlakozó a űrállomáson, tehát ez átkapaszkodik máshova, és aztán, mint a hernyók, és aztán ugye utána az a csatlakozó, ami eddig rögzített volt, lesz a szabad csatlakozó. Az űrsejt, az kafanderemon volt szó. Részleteket látunk itt a második és a harmadik modulról. Én ebben megint nem mennék bele, mindenki meg tudja nézegetni ezt otthon. Talán kettő megjegyzést, az egyik, hogy ilyen kívülre kihelyezett, tehát nem túlnyomásos mintákat, kísérleti eszközöket lehet kipakolni, arra kialakítottak egy helyet, illetve hogy belül meg lehet látni, hogy inkább az amerikai a megoldásaihoz hasonló ilyen nagyméretű szekrények, ilyen rekkek vannak, amiknek itt látjuk is a gyártási folyamatát, különböző ilyen rekeket lehet látni, és itt elővettem egy ábrát, ami majdnem ugyanaz, amit már egyszer látunk, csak ugye ott már be voltak pakolva indulás előtt a csomagok, ez még azelőtt készült, ez a repülő példány, és elég jól fel lehet ismerni a bal oldalon az orvosdiagnosztikai szekrényt. Kínaiak le is írták, hogy talán 19 ilyen szekrény lesz, annak a nagy része, gondolom 8 vagy 10 és 6 lesz a második és a harmadik modulom. Ide egyet mindenképpen be kellett rakni az első modulba, nyilván az orvos biológiait, hiszen a űrhajósok állapotát a kezdetektől monitorozni kell, ezt látjuk itt. Ez itt éppen egy ilyen centrifugahajú vértükkel csapatnak hasonlók. Jó. És akkor tulajdonképpen elérkeztünk a legutolsó nagyon rövid részhez, ahol kicsit így a napi sajtóval a megjelenteket kommentálnám. Próbáltam ilyen fantázia neveket adni neki, mert kínaiak szeretik az ilyeneket. Hát ugye, a probléma az, amikor valaki azt, amikor én olyat látok leírva, hogy Kína lehagyja az Egyesült Államokat, meg Kína az élre tör, meg Kína odadobja a kesztyűt, meg már majdnem ott tart. Nagyon nehéz ugye almát körtével összehasonlítani, talán inkább az a jobb kifejezés, hogy mi a mértékegység, szóval egy sok mindent lehet összehasonlítani. Tehát én most semmásra nem vállalkozok, mint hogy néhány dolgot megpróbálok így összehasonlítani. Hát az első talán az, hogy most ez egy csigáról beszélünk, vagy egy nyúlról, tehát hogy szágult Kína fénysebességgel, már ilyet is olvastam a világűrben. Amit itt látunk, táblázat, itt vannak ilyen zárójelbe rakott számok, ez azt mutatja, hogy hány év telt el az előző lépés óta. Tehát ugye a kiinduló pont mindenkinél a nulladik, az amikor felbocsátja az első mesterséges holdat,
onnan mondjuk mennyi idő telt el, míg az első ember földtörő pályára került. Látszik, hogy erre a szovjeteknek is, meg az amerikaiaknak is 4 évre volt szükség, a kínaiaknak 33-ra, de tegyünk itt egy reszetet, mert itt nyilván ez egy politikai, meg pénzügyi döntés volt, tehát tekintsük akkor a dolgokat onnan. Onnan lehet látni, hogy viszonylag fejfej mellett halad ez a három ország, onnantól, hogy megtette az első űrhajósa az első űrrepülést. Azt is észre lehet venni, hogy mondjuk az amerikaiak például az oroszok is két masszív programot futtattak egyszerre. Ne felejtsük el, hogy a Szovjetunió és az Egyesült Államok a Holdért versenyzett, tehát gyakorlatilag a Hold repülésre építettek föl egy projektet, plusz elkezdték már fejleszteni az űrállomásaikat is ennek az időszaknak a vége fele. Ezzel szemben ugye a kínaiak egyetlen területre fókuszáltak, az űrállomás fejlesztésre. Na most keresem kicsit a szót, elnézést kérek érte. Szóval ugye Kínának az első űrrepüléstől az első űrlaborig, de igazából viszonylag rövid időre volt szüksége, de azt azért ne felejtsük el, hogy azon túl, hogy a szovjetek és az oroszok azok két nagy projekten dolgoztak, ezen túl, és ez itt látszik sárgával, aztán utána pedig még űrrepülőgépet is fejlesztettek, miközben például valami űrállomás modult fejlesztettek, vagy éppen üzemeltettek. A kínaiaknak volt honnan meríteni. Tehát a szovjetek, a Szovjetunió, az Egyesült Államok egymástól eltitkolva az információkat fejlesztett, saját kárán tanult. Kínaiak mehettek tanulni, volt hova, és vettek is technológiákat. Nem igazán kiugró tehát ez a sebesség, és ezt tulajdonképpen a kínaiak saját maguk erősítik meg azoknak a bulvár újságíróknak, amik az ellenkezőjét gondolják. Lehet látni az eredeti célkitűzés az volt, hogy 2002-ben repüljön az első hajós, az 1 évvel később történt meg, 2007-ben legyen az első űrséta, a 11-ben történt csak, és ennek a most épülő félben lévő űrállomásnak 2010 és 15 között már föl kellett volna épülnie. Tehát tulajdonképpen én azt gondolom, hogy ettől a sebességtől azért nagyon nem kell elalélni, mert még egyszer mondom, a kínaiak a saját maguk által definiált tempót sem tudták úgy tartani, hogy közben technológiákat vásároltak. Nézzük a versenyt. Nagyon érdekes az, hogy amikor versenyről beszélünk, akkor azért nyilván először a dollárokat kell megnézni. Kinek mennyi pénze van erre? Itt azt a 5 országot és 1 országcsoportot, ugye Európát látjuk, amely a legtöbbet költi űrtevékenységre, nem feltétlenül űrhajós repülésre, bármiféle űrtevékenységre, űrkutatásra, civilre, polgárira, automatikusra, személyzetesre. Sejtjük, hogy ez az amerikaiaknál a legnagyobb. Lehet látni, hogy az amerikai űrköltségvetés az tulajdonképpen annyi, mint az másik 5 együttvéve, tehát borzasztóan sok. Amit érdemes még megfigyelni az az, hogy, és ezért tettem a piros vonalakat, hogy nagyjából az utolsó 3 évet nézzük, 18-19-20-at, akkor ez az európaiaknál is, és az oroszoknál is nagyjából stabil hasonlóan a japánokéhoz. Az indiaiaké egy kicsit nő, a kínaiaké az már csak azért nem, de mert egész magas szinten stabilizálták, viszont az amerikaiaknál csökken. Ebből lehet hosszútávú következtetéseket levonni, és nyilván ebből rengeteg belpolitikai kérdés lesz a jövőben, mind Kínában, mind pedig az Egyesült Államokban, hogy ez elfogadható-e, hiszen ez a két ország egyre inkább minden területen globális versenyt folytat egymással. Aztán, amikor összehasonlítjuk az almát, a körtét, meg a narancsot, akkor azt is látni kell, hogy amikor űrprogramokról, illetve űrtevékenységre fordított összegekről beszélünk, akkor ott ugye összeadódik a polgári és a katonai költségvetés. Itt egy 2018-as példát találtam. Lehet látni, hogy az Egyesült Államokban, Oroszországban ez közel a fele-fele, és
Kínában, illetve Nagy-Britanniában és Japánban nagyjából egyharmad, kétharmad. Japán az talán sokaknak meglepő a védelmi politikájukból adódóan, amit ugye Hiroshimáig és Nagasakiig lehet visszavezetni, de itt arról van szó, hogy kezdenek félni ugye Észak-Koreától meg Kínától, és az esetleges támadások elhárítására az új technika ad egy csomó hasznos eszközt. Tehát ők mondjuk nem műholdvadász fegyvereket fejlesztenek. Na most, amikor a versenyről beszélünk, akkor nyilván van egy regionális verseny, India, Japán, Kína között, és van egy globális verseny, ahol nyilván az Egyesült Államok, Oroszország és Kína versenyeznek. De ha megnézzük ezt a regionális űrversenyt, akkor azt lehet mondani, hogy a űrtechnika alkalmazásaiban ez a három ország, ez praktikusan fej-fej mellett halad, beleértve a katonai felderítő, katonai hírszerző képességet is. Az egyetlen dolog a katonai alkalmazások közül, ami Japánban hiányzik, az a műhold vadász műhold technológia, ez mind Indiának, mind Kínának rendelkezésére áll. A japánok ezt alapvetően politikai okokból nem hozták létre, műszakilag meg tudnak csinálni, nekem az meggyőződésem, de ez ellenkezik az ő filozófiájukkal. Az eltérések azok többen a tudományos területen kezdődnek. Lehet látni, hogy hold orbitereket, illetve Mars orbitert vagy orbitereket mindegyik ország létrehozott már. Ez lehet, hogy olyanok, amik napi szinten nem foglalkoznak űrtevékenységgel, meglepő. Igen, Indiának is és Japánnak is van egy volt hold és Mars körül keringő űrszondája. Leszállni viszont a holdra és a Marsra csak Kínának sikerült. Tehát ott mindenképpen egy regionális előnyre tettek szert. És szintén meglepő lehet, hogy bármennyire sikeres a kínai, illetve az indiai űrtevékenység, a más bolygókhoz, üstökösöz vagy kiségi testekhez ők nem indítottak még űreszközöket, miközben Japán például jutott, a japán űrszondák vannak más bolygóknál, üstökösöket vizsgáltak közelről, kiségi testek nem csak, hogy leszálltak, hanem mintákat is hoztak vissza, tehát ott viszont Japán egyértelműen rávert jelenlegi állapotot tekintve például Kínára. Ha kicsit a MÁK és a közeljövőt nézzük, és a személyzetes űrrepülésre fókuszálunk, ugye az, hogy Kína mit fejleszt most, azt látjuk, ez az űrállomás fejlesztés és üzemeltetés, ez körülbelül a következő 10-15 évnek a feladata. A felépítés ugye 2 év, és utána jön egy 8-13 éves üzemeltetés. Japán, megint azoknak, akik ritkán ülnek ilyen előadásokon, talán meglepő, szinte az űrrepülőgép program üzemszerűvé válása óta vannak űrhajósai. A bal oldalon látjuk azokat, akik a közelmúltban kerültek föl, például a nemzetközi űrállomásra, ott alul középen a most fönt lévő személyzetet. Most fent lévő személyzetben dolgozó japánokat, illetve a közeljövő repülnek, sőt, Japán beszállt az amerikai holdprogramba, tehát várható, hogy valamikor az évtized végén japán űrhajós is eljuthat a hold felszínére. Ekközben India elkezdett fejleszteni egy saját 3 személyes űrhajót, ami most ott a Covid miatt belassult, elég rendesen, nem tudjuk, hogy mi van, nagy a csönd. Egy másik terület, ahol lehet összehasonlítani egymással, hogy ki hol tart, az ugye a hordozórakéta kérdés, hát ez egy ilyen klasszikus. Lehet látni azt, hogy Európa, India, Japán évente indít néhány rakétát, itt csak a sikeres startok szerepelnek. Indiánál most van egy nagy visszaesés, ugye ott a Covid az nagyon belevert az indítási tervekbe, folyamatosan csúsznak a hordozórakéta startok. Hogy meglepő, hogy az oroszoknál van egy hullámzás, de ha fölteszünk egy illesztő görbét, az gyakorlatilag lefele mutat, ami figyelembe véve azt, hogy a költségvetés az egy nagyon alacsony szinten stabilizálódott, hát nyilván nem meglepő, és lehet látni, hogy gyakorlatilag Kína és az Egyesült Államok nagyjából egyre több hordozó rakétát indít, és praktikusan fej-fej mellett halad ebben a kérdésben, tehát itt gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy már utolérte a Kína az Egyesült Államokat, lehagyta Oroszországot. Már nincs sok hátra, ígérem. Globális űrversenyt most az Egyesült Államok, Kína és Oroszországot fönn tessenek figyelni a
költségvetést, mert azért az egy lényeges dolog. Azt látjuk, hogy én már nem is részleteztem a polgári és katonai alkalmazási elnézést az elírásért oldakat. Ezekben ők fej-fej mellett vannak, mint ahogy műholdvadász műholdakkal is rendelkeznek, és ami nagyon fontos, és tulajdonképpen a hidegháborúban az egyik olyan technológia volt, ami megakadályozta a harmadik világháborút, az a műholdakra telepített és a rakétaintásokra figyelmeztető érzékelők, vagy rendszerek. Ezzel is mind a három ország rendelkezik, tehát elképzelhetetlen, hogy tömeges rakétatámadást indítson az egyik a másik ellen. Ha utána megint elmegyünk a tudományos programok felé, akkor lehet látni itt a Vénusz körüli pályára eljutatott üreszközök számát, illetve a leszállást végrehajtó sikeres vagy részben sikeres eszközök számát. Ugyanezt a Mars esetében, ott az a zárójel az oroszoknál azt jelenti, hogy ez egy nagyon rövid élettartamú eszköz volt, tehát gyakorlatilag tudományos mérés nem végzett, leszállt, hazaszólt, meghalt szegény. Itt azért látszik, hogy egy szignifikáns amerikai előny van. Kis égitestekhez a kínaiak nem jutottak el, az oroszok se. Oroszoknál látjuk ezt a sok nullát, meg kérdőjelet, amit én azt gondolom, hogy megint visszatérve a számokra, sajnos a számok meg is magyarázzák, hogy miért van így. És hát az óriás bolygó kutatásában, hát ott pedig ugye Pioneer 10-11, Voyager 1-2, Galileo, Cassini, Juno, hát ott az amerikaiak viszik a pálmát, hasonlóan az emberes holdprogramnál, ahol ugye az első űrversenynél az amerikaiak eljutottak a holdra, az oroszok nem, abban a kínaiak nem vettek részt. Második, hát hogy most lesz-e 24-ben már leszállás, én nekem kétségeim vannak, de 30-ig azért csak megtörténik. A kínaiak közölték, hogy ők 30 előtt nem lesznek kész a nehéz rakétájukat, tehát itt nem mennek a holdra. És akkor az összefoglalás, ígérem, már csak 2 darab dia van. Ugye a zöld, a sárga, a piros, az Kína szempontjából értelmezendő. Tehát azt tudjuk mondani, hogy Kína már azonos szinten van az Egyesült Államokkal és Oroszországgal a polgári és katonai űralkalmazásokban, illetve a hold automatikus eszközökkel végzett kutatásában is utolérte ezeket. És fej-fej mellett halad az Egyesült Államokkal a sikeres kozmikus rakétastartok számát tekintve. Itt tehát igaz ez, hogy utolérte az amerikaiakat. Büszkék lehetnek arra, hogy második országként hajtottak végre teljesen sikeres automatikus leszállást a Marson, de ettől függetlenül évtizedekre lesz ahhoz szükségük, hogy azokat az eredményeket utolérjék, amiket ott az amerikaiak elértek. Ehhez évtizedek kellene, meggyőződésem. És aztán, ami meglepő, hogy több évtizedük kell szintén ahhoz, hogy azt, amit a japánok a kis égitesteken műveltek, illetve az Egyesült Államok az óriás bolygókon végzett és végez, azt utolérjék már csak azért is, mert ez nem egyszerűen akarat kérdése, hogy oda is kell jutni, az is idő. Tehát ez az időfaktor az nem váltható ki sok pénzzel, meg politikai akarattal. A személyzetes űrprogramja már most India és Japán előtt jár Kína, ez nem kétséges, ám valószínű, ennek ellenére, hogy egy japán asztronauta, férfi vagy nő és egy amerikai űrhajós, de mégis előbb lép a holdra, mint kínai fog. És talán az utolsó, kicsit egy ellazítandó, de minden politika fiam, mondja Bacsó Péter tanújában érsek, vagy püspök, aki ott ül a börtönben. Ez különösen igaz Kínára, nyilván jelentősen függ az, hogy mennyit tudnak még költeni űrtevékenységre, a politikai akarattól, hiszen a kínai gazdaság erősödik, tehát pénz az lehet. Látszik, hogy Xi Jinping, az elnök személyes ügyének is tekinti az űrprogramot, nyilván önmagát is népszerűsíti ezzel, meg egy jó reklám ugye az országnak kifele. Xi Jinping ugye űrszakemberekkel találkozik, űrhajósokkal találkozik, űrhajósokkal telefonál, illetve a jobbra lent egy irányító központban gratulál a többieknek. És hát a vörös zászló pedig azért raktam föl, mert azért nem szabad elfelejteni, hogy ez a ország, ugye Kína, ez egy kommunista ország, tehát itt azért alapvetően mai napig parancsuralmi rendszer van, főleg katonai, meg félkatonai szervezetekben, tehát ha ott a politikai döntés az, hogy mellé teszik a pénzt, akkor ott nyilván
sok minden történet és keresztül vihető. Én ennyit szerettem volna ma elmondani, kicsit túléptem az időmet, de remélem, hogy azért élvezték. Köszönöm szépen a figyelmet. Laci, köszönjük szépen. Érkezett néhány kérdés. Válaszolsz rájuk? Hát, ha tudok, akkor igen. Még ha itt van, aki föltette. Van, amire már válasz is érkezett, de azért elmondom, hát ha valaki nem nézi a Facebook oldalt. Kovács Gábor kérdezte, hogy hol lehet nyomon követni, hogy merre jár az űrállomás. Erre két válasz is érkezett, hogy a Heavens Above, illetve a Star Wars 2. Igen, az első pontban a fejből. Igen. Ezeket érdemes tényleg nézni, nagyon jó pofák. Annyit tegyünk hozzá, hogy a kínait nem fogjuk nagyon látni Magyarországtól, mert a pályahajlás az olyan, nagyon itt van mögöttem ez a térkép, ugye, hogy az egyenítővel bezárt szög az 41-42 fok, az azt jelenti, hogy addig a szélességig emelkedik, vagy ha úgy tetszik, süllyed délen, és ugye Magyarország az ennél északabbra van, tehát itt nincs olyan szerencsém, mint a nemzetközi űrállomással, aminek ez 50-valahány fok. Köszönjük. Hatházi Csaba először azt írta, hogy neki ez az első ilyen előadásra, és szeretne gratulálni, összeszedett, tartalmas és laikusoknak is érdekes volt, sőt, a YouTube csatornánkra is feliratkozott. Köszönjük. Köszönjük szépen. És utána föltett egy kérdést is, azt szeretném kérdezni, hogy a további elemek kilövésénél is számíthatunk a légkörben remélhetőleg elégő hordozó rakétákra? Ezek ideális esetben kontrolláltan térnek majd vissza nem lakott területre? Igen, erre a kérdésre számítottam, de bele is lehetett volna tenni, kifelejtettem, elnézést érte. Nem tudjuk, szóval azért érdekes, mert ennek a történetnek két része van. Az első az az, hogy a kínaiak egy olyan rakétát fejlesztettek, ahol ugye a gyorsító rakéták azok leválnak az emelkedés közben, és az egész központi fokozat az végig ég, tehát, és úgy viszi ki ezt az űrállomás modulot. Tehát magyarul nincs egy köztes mondjuk második fokozat, mert akkor csak attól kéne aggódnunk, hogy a második ragad kint a föld körüli pályán, és majd jön le ellenőrizetlenül. Itt az egész 31-nehány méteres szerkezet, ez kijut a pályára, vagy kijutott a pályára. A kínos, és most a második rész, a kínos az az, hogy ez a másodszor fordul elő, mert amikor ezt a hosszú menetelés 5B rakétát először kipróbálták a itt az előadásban egyébként nem részletezett, már fejlesztés alatt álló második generációs kínai űrhajóval, amivel majd egyébként lehet, hogy a Holdra is fognak menni, ennek a makettjével. Akkor ugyanez történt, az ott valót az egyenítő környékén csapódott be Nyugat-Afrika mellett, előtt az Atlanti-óceánba, de bejutottak darabok a szárazföldre is. Szóval a dolog azért kínos, mert akkor a kínaiak közölték, hogy még dolgoznak azon a technológián, hogy ezt visszaléptetni a légkörbe, hogy ne ragadjon kint pályán, és akkor elégjen. És ez a technológia nem túl bonyolult elvileg, mert ugye annyi, hogy amikor a rakéta kiég, akkor egyszerűen bekapcsol a hajtómű, az egészet megfordítják, bekapcsolják a hajtóműt, akkor fékez, leereszkedik a pályáról, és elég a felső légkörbe, mert ezt a fékezést ugye olyan helyen lehet végezni, hogy aztán ott a csendes óceáni temetőben, ahol az ilyen rakétafokozatok meg sikeresen visszahozott űreszközök, mármint elégetésre visszahozott űreszközök darabjai fekszenek. Ez ott a Pitcairn szigetektől néhány ezer kilométerre van. Ott oda besülyeztik. Most ugye két variáció van, vagy az, hogy ez kétszer nem működött, se az első, se a második rakétastartnál, vagy az van, hogy egyszerűen ezt még nem építették be, de akár így van, akár úgy van. Én azt gondolom, hogy ez az elég durva a kínaiaktól, mert ez nem egy annyira bonyolult dolog, tehát azért ezt ennél ők már sokkal bonyolultabb dolgokat meg tudnak oldani. Tehát ilyen értelemben az is nehezen magyarázható, hogyha az első nem működött, akkor a másodiknál miért nem figyeltek oda, hogy működjön. Ha meg arról van szó, hogy ezt a képességet nem programozták még le, mondtam valami ostobaságot, hát ez meg duplán kínos. Én úgy vagyok vele, hogy nem szabad elfelejteni, hogy az idén
ünnepli ugye a kínai kommunista párt a 100. születésnapját, itt ünnepi kongresszus lesz nyáron. Tehát én azt gondolom, hogy például az nagyon fontos, hogy júniusban oda fölmenjenek űrhajósok, és onnan köszöntség a delegáltakat. Nagyon szerencsés, hogy ez a rover majd le fog mászni a Marson a Mars Landerről, mert tud majd képeket küldeni. Tehát, ha ki emlékszik az utolsó diára, én azt látom, hogy itt az elnök és az űrtevékenység és az elnök nagyon közel van egymáshoz. Miután lehet látni, nem vagyok mai gyerek, tehát én még a szovjet időkben gyerekeskedtem, meg voltam kamasz. Nem egy olyan űrindítást látunk a szovjeteknél, amikor lehetett tudni, hogy valami nem működik, de hát próbáljuk meg, mert például a pártkongresszus lesz, hogy november 7-e vagy május 1-e. Tehát ad abszurdum, természetesen egy konspirációs teória részem, és simán el tudom képzelni azt, hogy valami nem volt kész, de azt mondták, ez nem érdekes, a lényeg az, hogy az űrállomás modul fönt legyen. De lehet, hogy abszolút nincs igazam. Mindenesetre az furcsa, hogy valami kétszer nem működik. Köszönjük szépen. Több kérdés nem érkezett, de több köszönet is érkezett, többek között Bérci Szaniszlótól is, kedves régi elnökségi tagunktól, és én is köszönöm az előadást, rengeteg érdekességet hallottam, és hát akkor ennyi volt már az űrakadémia klub. Legközelebbi eseményünk, virtuális eseményünk úgy tűnik, hogy június 7-én hétfőn lesz, az egy könyvbemutató lesz, dr. Remes Péter fogja bemutatni azt a könyvét, amiről már volt szó korábbi eseményeinken, amit az első magyar űrrepülésnek a történetéről írt. Ez egy kereskedelmi forgalomban nem kapható könyv, úgyhogy érdemes lesz részt venni ezen az előadáson is. Köszönjük szépen, és a Galileo Webcastnak is köszönjük a közvetítésben a segítséget. Mindenkinek jó éjszakát! Jó éjszakát.